A viadal a 60-as években területi minősítő versenyként szolgálta a súlyemelők felkészülését, majd 1974 óta a Szavária kupaként hívta Szombathelyre a sportág jeles képviselőit. A legutóbbi hétvégén 40 éves jubileumát ünnepelte a rendezvény, amely 13. éve őrzi Tóth Géza nevét. 60 súlyemelő állhatott pódiumra, Szerbiából és San Marinóból is érkeztek sportolók. A színvonal ennek megfelelően kimagasló volt. Mindenképpen jónak ítélem meg, nagyon sajnálom ugye, hogy Nagy Péter nem tud részt venni a versenyen, illetve Horváth Laura sem fog tudni részt venni a versenyen, de az itt lévő versenyzők beletesznek apait, anyait a versenyzésbe. Jó eredményeket várunk tőlük mindenképpen. Eddig az itt jelenlévő versenyzők, szakosztályvezetők, edzők, mindenki nagyon pozitív hangvételben nyilatkozott a verseny rendezésére, a tapasztalatát. A házigazda haladás 9 versenyzője bizonyított, a szakosztályvezető valamennyiük szerepléséhez nagy reményeket fűzött. Molnár Kingától várnám, hogy a legjobb utánpótlás női versenyző legyen, Boros Viktoriától, hogy a legjobb felnőtt a haladás versenyző. Férfiaknál pedig utánpótlásban Hegedűs Milántól várom a legjobb eredményt, illetve Fehér Ákostól a legjobb férfi versenyzőt haladás súlyemelő szakosztályából. A szombathelyi súlyemelők alaposan kitettek magukért. Darabos Jászmin és Molnár Kinga kiváló versenyzéssel utcahosszan nyerte saját súlycsoportját, többen közel jártak saját egyéni rekordjukhoz. A klub sportolói összesen 7 arany és 2 ezüstérmet szereztek. A Zöld-Fehér Egyesület otthona április 20-án a Masters súlyemelő országos bajnokság helyszíne lesz.